Amióta 3 vagy 4 éve megtudtam, hogy milyen irányba fogják vezetni ezt a Velencei tó felé vezető bicikliutat, azóta tudom, hogy hülyeséget csinálnak, mert ez a környék, ahogy én ezt már sok évvel ezelőtti videóimban bemutattam, nagyon kemény emelkedőket tartalmaz, és az az igazság, hogy most itt egyeket elhagyva, ez be is bizonyosodott. július 22. 28-a van, dél körül, vagy 11:30 körül, csütörtöki nap, és itt vagyok az egykori Osztyapenko szobor környékén, valahol itt állhatott annak idején. Itt van ez az óriási irodaház, ami még most is épül. Ott szemben a másik oldalon, ugye itt jön be az M7-es autópálya a városba, ott a másik oldalon az egykori Yamaha szalon, az ott a szembe, az ott a Sashegy a másik oldalon, és ebbe az irányba megyek tovább, Budaörs irányába. 11 óra 26 perc van, és itt mellettem balkézre egyébként az őrmezői lakótelep van. Nem látszik belőle semmi a fák miatt. Itt nekem meg valahogy át kell majd kelni az út másik oldalára. Nagyon régen jártam már erre. Nem nagyon emlékszem, hogy hogy van itt az út. Ja igen, ott megy tovább. És aztán valahogy át kell menjek, mert ez meg a 7-es út itt, ahogy jönnek be az autók. Ma reggel talán a 6:30 hírekben hallottam félfüllel a vízforraló szortyogása fölött, hogy állítólag átadták az Etyek és a Velencei tó közötti bicikliutat, amire igazából már évek óta várunk, és ezzel tulajdonképpen folyamatosan van bicikliút Budapestről a Velencei tóra, ami persze nem teljesen igaz szerintem, de majd most meglátjuk, hogy tényleg így van. Most az a helyzet, hogy arra egyenesen lehetne Budaörsre menni, itt át kellett volna kelni az úton. Erre viszont, ez is Budaörs még egyébként, meg a budaörsi repülőtér felé lehet itt ebbe az irányba menni. És nem tudom, hogy ott, itt egy darabig azt tudom, hogy van bicikliút, aztán nem tudom, hogy megépítették-e, vagy ott majd az úttesten kell valahogy elevickélni, ez majd kiderül. Nem volt kiírva semmilyen tábla, hogy erre fele volna Etyek, illetve a Velencei tó. Ez lemaradt. Itt van tőlem jobb kézre a budaörsi repülőtér, és meg kell mondjam, hogy meglepődtem, mert én úgy emlékeztem, hogy itt volt valamilyen bokorsor itt az úttest és a reptér között. Minden esetre most nincsen, és nagy kopárság van. Hát ez szerintem egyébként a szárazságnak is köszönhető részben. Sárgás a fű, úgyhogy és gondolom nem is nő ilyen körülmények között, vagy csak nagyon kis tempóban. Ami mondjuk le és felszállás tekintetében lehet, hogy éppenséggel jó, ezt mondjuk a Gyuritól kellene megkérdezni. Abból az irányból tehát akkor keresztül jöttem Budaörs iparterületén, hát sajnos nem volt ott bicikliút. Ebbe az irányba megy tovább ez a bicikliút, amin elméletileg és gyakorlatilag is Etyekig mindenképpen el lehet jutni bringa úton. Ebbe az irányba viszont Budaörs van, én most nem ebből az irányból jöttem. Tavasszal, május közepén egyszer már voltam erre, mert meg akartam nézni, hogy hogy áll ez a bicikliút, akkor Etyekig tudtam csak eljutni. Akkor innen jöttem, ebből az irányból, tehát Budaörsön keresztül, és akkor erre most viszont én megyek tovább. Itt a tábla, hogy Etyek Biatorbágy, Etyek 18, Biatorbágy 11 kilométer, és akkor itt van ez a Török-Bálint ilyen iparterület, és azelőtt itt még el kell kanyarodni jobbra, és akkor itt ez az út elkerüli Török-Bálint nagy részét, illetve ezt az iparterületet. Az az érdekes, hogy ez az útvonal, amin most éppen megyek, illetve az egész útvonal tulajdonképpen Biatorbágyig, illetve Etyekig, olyan út, ahol én már számtalanszor jártam, de legalábbis jó néhányszor, viszont akkor például ez az út még földút volt, dűlőút volt, amikor én legutóbb jöttem erre. Most a májusi utat eltekintve azt mondja, hogy Budapest-Balaton kerékpáros útvonal. Kicsit nagyképű ez a tábla, nem? Mert ugye úgy tudom, hogy még csak a Velencei tóig van megépítve az út. Itt az út mindjárt visszatér a faluba, mármint Török-Bálintra, és itt mellettünk, itt valahol itt a fasor mögött van az autópálya. Itt hallatszik a morajlásból, meg ahogy elszáguldoznak az autók. Itt viszont mindjárt visszatér az út be a faluba, és akkor itt néhány utcán át tekeregni fog, hogy az autópálya alatt is valahol átmegy, vagy fölötte, én már nem is tudom, lehet, hogy fölötte. És akkor megy tovább Biatorbágy irányába. Itt most mindjárt vissza is tér, itt már bent vagyunk a faluban ismét. Ott van a fal, mögött megy az autópálya. Na itt van Török-Bálintnak az egyik főútvonala, és akkor
itt most át kell kelni, és akkor erre fele megy tovább az út. Na most azt hiszem, hogy itt balra kell kanyarodni. Igen. Ott a tábla, hogy Etyekbia Torbágy. 15, illetve 8 kilométer. A Jókai Mór utcán haladok éppen, és szerintem itt a tábla, hogy el kell fordulni, mindjárt itt lesz a híd. Az autópálya fölött itt is van, itt látszik, hogy fel van festve, tehát akkor erre kell tovább menni. És ott a híd. Ezen a hídon is jártam már, de akkor még nem volt kijelölt bicikliút. Ez pedig az M7-es autópálya. Lassan hagyom el Török Bálintot, és akkor itt balra kell fordulni. Azt mondja, Őrház utca. Na gyerünk! Fel van festve a bicikliút. Alig kellett menni egy kicsit, és itt rákeveredtem erre a bicikliútra. Ugyanaz a tábla, mint amit mutattam már korábban. És akkor ugye átjöttünk most már az autópálya fölött, és megyünk Biatorbágy irányába, és no, itt vége Török Bálintnak. Nos, itt egy újabb autópálya. Szerintem ez a nullás lesz, nem? Mi más lehetne? Szerintem ez az M0-ás. És igen, valóban az M0-ás, ott mutatja a tábla, hogy az M0-ásra lehet fölkanyarodni itt. Ezen az úton is jártam már többször, hiszen mentem én már itt el Biatorbágyra, szerintem még videó is készült róla. Habár ebben nem vagyok teljesen biztos, de az igaz, hogy egy csomó alternatív útvonalat keresgéltem én már, mármint olyan alternatív útvonalat, hogy a 7-es úthoz képest alternatív útvonal, amin el lehet jutni a Velencei tóhoz innen Budapestről. És ha valaki nézegette a videóimat, akkor biztos rájuk akadt, ilyen alternatív, meg nem tudom már milyen címszavak alatt szerepeltek ezek a videók, és különböző dűlőutak, meg azt hiszem ebbe az irányba is mentem, de különböző dűlőutakon is mentem már, és valószínűleg az az út, ami Etyekről elvezet a Velencei tóra, lehet, hogy egyes szakaszain én már jártam, csak akkor még dűlőút formában. Amikor reggel 6:30 meghallottam a rádióban, hogy átadták ezt az utat, még nem gondoltam egyből, hogy akkor erre ma, illetve hogy ezt akkor ma meg is kellene néznem, hanem miután az előző estéről megmaradt munkámat nagyjából 1/2 óra alatt be tudtam fejezni, hátradőltem az ágyon, és néztem a plafont, és akkor mérlegeltem a dolgokat, és akkor belém ötlött, hogy na de mi volna, hogyha én akkor most ezt a napot arra szánnám, hogy megnézem ezt az utat. Még frissiben, hogy hogy néz ki, és akkor csinálok is róla egy videót. Ez egyértelműen új aszfalt csík, de nem mindegyik szakaszán volt fölfestve ilyen szép sárga csíkokkal, hanem most kezdődött el megint ez a festett szakasz. Egy jó darabon nem volt festék. Ezzel az úttal az a nagy probléma egyébként, hogy már szerintem több mint egy órája jövök, és még semmivel sem kerültem közelebb a Velencei tóhoz, mint amilyen távolságra Budapesten voltam. Viszont akárhogy is nézzük, nagyon klassz ez az út. Itt valami új lakópark van tőlem jobbra, és ez valószínűleg már Biatorbágy, és szerintem mindjárt ott leszek a viaduktnál. Ez a korlát, ami itt jön, lehet, hogy ez már a hídnak a korlátja. Igen, ez már a híd lesz. Aha. Egyébként az az érdekes, hogy erről is készítettem videót, az egyik alternatív utas videóm, talán az első alternatív utas videóban ebbe az irányba jöttem. És pont azon gondolkodom, itt van a viadukt, és pont azon gondolkodom, hogy vajon nem-e az lehetett, hogy azt a filmet látták, és annak a filmnek alapján született meg a gondolat, hogy a Velencei tavi bicikliutat ebbe az irányba vezessék. Minden esetre látvány szempontjából nem rossz ez egyáltalán, csak mint mondtam, az a probléma, hogy már egy csomót tekertem, és még alig-alig jutottam közelebb. Hát érdekes lenne lemérni légvonalban, hogy mennyivel vagyok közelebb a Velencei tóhoz, mint Budapesten, hát nem sokkal. Úgyhogy, na mindegy. De viszont a táj az nagyon klassz. Emlékszem, hogy akkor is lenéztem oda, és ha emlékeim nem csalnak, akkor volt itt egy Decathlon üzlet. Még én is rácsodálkoztam, hogy hogy kerül ide egy Decathlon üzlet, de az az igazság, hogy már annyira nem emlékszem, csak ilyen képek ugranak be azokból a videókból, sok évvel ezelőtt voltak. Úgyhogy lehet, hogy újra meg kell nézzem azokat. Na itt kiértem a főútvonalhoz, és akkor ha minden igaz,
akkor ott egyenesen kell menni, igen, ott megy tovább a bicikli út. Össze-vissza csapongok, már nem emlékszem, hogy mit kezdtem elmondani, ott tartottam talán, ugye, hogy mérlegeltem az ágyon, hanyat fekve, hogy mi legyen a mai nap során, és akkor beugrott, hogy hát tulajdonképpen miért nem csinálom meg ezt a túrát, ha már így elkészült végre ez az út. Kicsit kacskaringózik itt az utcákon ez az út, aha. Múltkor én szerintem itt eltévesztettem, és kimentem a főútra. Na mindegy, nem baj. Végül is nem tévedtem el, csak... Erre vagy arra? Erre. Erre. Mindegy, lényegtelen. Nem tévedtem el, csak a főúton mentem, ugye az Etyeki lekanyarodásig. Na mindegy, szóval most megint elcsapongtam valamerre. Szóval mérlegeltem, hogy mi legyen, és akkor hirtelen eldöntöttem, hogy akkor megcsinálom ezt a túrát. Most, hogy így elkészült ez az út, még frissiben. És akkor gyorsan összekaptam magam, és 10 óra 53 perckor léptem ki a ház kapuján. Annyifele kanyargott itt az utcákon keresztül ez az út, hogy már azt se tudom, hogy melyik égtáj felé megyek. De minden esetre ott az utca végén már látszik, hogy ott a falu vége, tehát akkor itt mindjárt elhagyom a falut. Azt hittem, hogy már elhagyom a falut, de nem. Még itt van egy kanyar, sőt, ahogy elnézem, még egy kanyar balra. Na ez milyen utca lesz? Aha, ez valamilyen sikátor. De szépen fel van kövezve. Na, itt megint keresztül kell menni valamilyen úton, de amikor múltkor kikeveredtem a főútvonalra, sokkal egyszerűbb volt menni. Most itt viszont merre kell? Erre? Hopp, jön egy autó. Erre? Nem tudom. Hát lehet, hogy erre. Na jó van, próbáljuk meg. Ez már nevetséges. Szerintem legalább a 30. kanyar itt a falun belül. Ennek viszont akkor mi az értelme? Ezzel az erővel kivihették volna a bicikliutat a főútvonal mellé, és akkor ott egy sávot elkülönítenek neki. A végén mégiscsak kikeveredtem ide a főúthoz. Igaz, hogy itt indul a bicikliút. Múltkor ugye, amikor mondtam, hogy kikeveredtem a főútra, akkor innen jöttem ebből az irányból. Most viszont innen jöttem, kacskaringósan, és akkor erre megyek tovább. Azt mondja, Velencei tó 22 km, Etyek 4,5. Na gyerünk! 12 óra 52 perc van, tehát gyakorlatilag 2 órája indultam el otthonról, és még mindig csak itt vagyok Etyek előtt, Biatorbágy után. Mondjuk az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy egy kicsit elbámészkodtam azért az út során, tehát mondjuk, hogyha itt most nem bámészkodom el, akkor egy 1/2 órát szerintem simán le lehetne vonni ebből az időből, és akkor most az a kérdés, hogy elméletileg ugye a 22 kilométert azért 1 óra alatt le lehetne tekerni. Itt most az a kérdés, hogy milyenek lesznek az útviszonyok, mert amikor én itt legutóbb az országúton mentem Etyektől, akkor kínkeserves volt a terep. Iszonyú nagy emelkedők voltak, ez nagyon kemény ez a szakasz. Úgy tudom egyébként, mintha a Giro-nak valamilyen útvonala is erre vezetett volna, de most ebben nem vagyok biztos. Nem tudom, mert emlékeim szerint mindenféle ilyen Giro-s felirat, meg hajrá ez, meg hajrá az, fel volt festve az aszfaltra, és akkor ebből arra következtetem, hogy lehet, hogy erre ment a verseny útvonala, nem tudom, most ebben nem vagyok biztos, ezt meg lehet írni majd a kommentben, de minden esetre akárhogy is nagyon kemény kapaszkodók voltak, a jó kemény, izzasztó, fárasztó kapaszkodók, úgyhogy ha olyan lesz a terep itt a dűlőutak, az átalakított dűlőutakon, most elfelejtettem visszaváltani, úgyhogy azért megyek ilyen csigalassúsággal, tehát hogyha ott is ilyen kemény emelkedők lesznek, akkor nem lehet ezt megcsinálni 1 óra alatt, legalábbis én nem leszek rá képes. Abból az irányból jöttem, de nem azért álltam meg, mert kemény az emelkedő, hanem mert Biatorbágyra visszanézve ez a látvány, így néz ki Biatorbágy, innen ebből az irányból, és akkor itt van a tó, a Biatorbágyi tó az előtérben, a napraforgós fölött. Szegény napraforgók is ki vannak tikkadva, kegyetlen, hogy milyen állapotban van minden, és már a napra se bírnak nézni, ahogy az ábra mutatja. Én viszont abba az irányba megyek tovább, és remélem most már mindjárt itt lesz Etyek. Nagyon jó érzés ez a lejtő, amint begurulok Etyekre. Azt viszont el kell mondjam, hogy sajnos egy óriási hibát elkövettem. Annyira igyekeztem minél előbb elindulni, miután meghoztam a döntést, hogy a behűtött üvegvizemet otthon hagytam.
A Clark Ádám teret elhagytam, amikor eszembe ötlött, hogy igen, valamiért ott topogtam az előszobában, és éreztem, hogy valamiről elfeledkezem, de nem jutott eszembe, hogy mi. Aztán, hát a Clark Ádám téren eszembe jutott, de akkor már mondtam magamnak, hogy onnan én már nem fordulok vissza. Remélem, hogy itt egyeken tudok valamilyen vizet venni. Itt megpróbáltam volna Biatorbágyon, annyit tekergett itt a faluban az út, azt hittem, hogy elmegyek majd valamilyen közért mellett, de nem mentem el, vagy legalábbis nem láttam. Korai volt az öröm, mert itt egyek előtt azért még megizzaszt ez az emelkedő. Ha benn vagyok egyeken, most akkor keresni kellene valamilyen kis közértet, egy üveg vízért. Az ott valami kocsmaszerűség, ez nem az. Nemzeti dohánybolt, legvégső esetben ott is tudok venni valamilyen üdítőt. No, itt vagyok Etyek központjában, és akkor, ha jól látom, akkor itt keresztül kell menni, és akkor ott indulhat az út keresztül, ott a mezőkön, meg legelőkön, meg szántókon. Abba az irányba megy tovább egyébként az országút, és itt rögtön egy nagyon keserves emelkedő kezdődik, ami nem akar véget érni, iszonyúan hosszú. Az előző táblán nem 22 km volt kiírva? Hát, kicsit csalókás a dolog, na mindegy, 32 azért az nem egészen 22. Ez egyébként már reálisabbnak tűnik, különben én a 22-nek kicsit csodálkoztam, de hát mondom, ez van kiírva, akkor ez van, de itt már 32, úgyhogy. Na hát akkor gyerünk, viszont úgy nézem, mintha itt még nem lennének készen a munkálatok. Még nagyon septiben lehetett ez átadva, na nézzük, hogy mi van ott. Ahogy elnézem, itt még igencsak folynak a munkálatok, azt se tudom, hogy egyáltalán el tudok-e ott menni. Na itt ezen a részen már jó az út, és akkor a tábla szerint itt elhagyom Etyeket, és akkor 31 km volt a legutóbbi táblára kiírva, hogy annyi, olyan távol van Velence innen. Viszont itt most kimerem jelenteni, hogy senki sem fogja a szívébe zárni ezt a bicikliutat. Itt a tábla szerint is kemény emelkedő következik. Ugye gondolom valamennyire követi azt a dombot, annak a dombnak a vonalát, amin az országút megy, és mint mondtam, itt Etyek után nagyon kemény és nagyon hosszú emelkedő következik az országúton. Hát valamennyire itt is van emelkedő. Nem is kicsit. Mondtam már korábban, hogy az országút nagyon hosszan emelkedik Etyek után. Hát ez a bicikliút is. Úgyhogy erre mindenki mérget vehet. Aki errefele akar jönni, az számítson arra, hogy itt nagyon meg fog izzadni. Persze, ha csak nem villanybiciklivel jön. Nos, hát az első nagy ijegységen abból az irányból jövet túl vagyok, és akkor visszanézve ez a táj fogadja az embert. Nem tudom, hogy mennyire látszik a képen, hogy azért elég sokat emelkedtem. Jöttem fölfelé, ott van lent Etyek. Hoppá, jön egy teherautó. Ideje odébb állni. És akkor ott lent van a síkság, abból a magasságból emelkedtem itt viszonylag rövid idő alatt, úgyhogy elég izzasztó volt ez a kaptató. Itt most az a kérdés, hogy itt mennyire fog konszolidálódni a helyzet ebbe az irányba. Egy darabig egyelőre síknak tűnik, aztán hogy mi lesz később. Itt egy tábla, azt mondja Velence 28, gyúró 7 km. Na most az a kérdés egyébként, hogy nekem el kell lemenni gyúróra, mert igazából a gyúró az még eléggé messze van a Velencei tótól, tehát hogyha ez még lemegy gyúróig és úgy kanyarodik a Velencei tó irányába, akkor ez bazi nagy kerülő ez az út. Mondjuk jól néz ki, ahogy itt megy a fák között, ez elvitathatatlan, de tulajdonképpen az az energia, azzal az energiával, amit eddig beletettem ebbe a bicikliútba, biciklitúrába, ezzel már lennék a Velencei tónál. Hát időben mindenképpen. 2,5 óra alatt a hetes úton le lehet érni. Egyébként meg senki se ringassa magát abban az illúzióban, hogy ez az út a biciklisek kedvéért épült. Most ez kiválóan el lehet mondani, hogy ez egy bicikliút, és el lehet jutni rajta a Velencei tóra, nagyszerű, de ez nem azért épült elsősorban, hanem azért, hogy akiknek itt szőlőjük van, az etyeki szőlősök, azok ki tudjanak jönni a földjükre, anélkül, hogy a sárban kell dagonyázniuk. Az előbb itt mentem békésen, aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy majdnem letolt az útról egy autó. Na mindegy. Nem baj ez, csak ugye ez talán megmagyarázza azt, hogy miért kellett ilyen lehetetlen útvonalon hozni ezt a Budapest-Velencei-tó bicikliutat. Tulajdonképpen két legyet ütöttek ezzel egy csapásra szerintem. Ez itt valamiféle biciklis pihenő lenne? Aha, itt jön egy nagy lejtő.
Tök jó. Etyek gyúró. Hát én szerintem egyébként, még pumpa is van. Most az lenne sirály, hogyha egy kút is lenne, de az nincs. Na nem baj. Árnyékos pihenő van. Nekem most nincs miért leülnöm az árnyékban, mert se vizem, se ennivalóm, úgyhogy én megyek tovább. Viszont az nagyon könnyen előfordulhat, hogy nézzük csak, itt van egy térkép. Hogy én alapvetően nem vagyok messze attól az úttól, ön itt áll. Etyek, aha, gyúró. Igen, nem vagyok messze attól az úttól, itt a repülőtér, és hogyha valamelyik velencei tó alternatív utas videómat megnézi valaki, akkor én itt a repülőtér mellett jöttem puszta Zámortól. Tehát magyarán azt el lehet mondani, hogy egy irgalmatlan nagy kerülőt tett az ember. Tehát nem sokkal vagyok előrébb, mondhatnám azt is, hogy semmivel, mint hogyha ott jöttem volna Érd és puszta Zámor irányába, mint ahogy az egyik ilyen alternatív útvonalam során tettem. Gyakorlatilag ugyanabba az útba fogok becsatlakozni. Úgyhogy az a különbség, hogy én akkor dűlőutakon, földutakon mentem, itt most elméletileg ez le lesz aszfaltozva. És ugye azt minden biciklis tudja, hogy ha egyszer az út elindul lefelé, akkor előbb-utóbb elindul fölfelé is. Tehát ugye most örülünk, hogy itt lejtő lesz, de ennek meg lesz a böjtje később, valószínűleg legalábbis. Jó hosszan ereszkedik ez az út, már mióta jövök lefelé, hol erősebben, hol enyhébben, és ahogy itt elnézem, itt a jobbos kanyar után, elég erősen meg fog lendülni lefelé. Aha, hú, de jó. Jól néz ki, mondjuk, azt meg kell hagyni. Na, itt most megfogom a másik kormányt is. Itt vagyok a völgy aljában, és itt látszik, hogy nem soká elindul fölfelé, tehát itt a böjtje a dolognak. Viszont, ha itt most visszanézek, illetve először itt oldalt nézek, látszik, hogy mennyire ki van tikkadva, ki van száradva itt ez a domboldal is. És abból az irányból jöttem, és azt sem szabad elfelejteni, hogy aki viszont a másik irányba megy, annak itt most egy kőkemény és nagyon hosszú kaptató következik. Tehát, hogyha megy a Velencei tótól visszafele, nem lesz benne öröme, az biztos. Milyen érdekes színe van azoknak a mezőknek. Ugye ez le van aratva, de hogy milyen érdekes ilyen rozsdabarna színe van. Na mindegy. Ilyen szokott ez lenni? Inkább sárgás. Nem lehet, hogy ma megperzselődött? Na mindegy. A lényeg egyébként az, amit akartam mondani, hogy nagyon könnyen lehet, hogy én ezen az úton mentem már valamikor korábban, csak akkor éppen még földút volt. No, valahova megérkezem, feltehetően ez gyúró lesz. Legalábbis arra tippelek. És, aha, itt is valami nagy építkezések vannak. És most, ahogy itt elnézem ezt a, igen, ott a tábla, hogy gyúró, ezt a kereszteződést, arra emlékszem, hogy az egyik videómban itt álltam meg, ahol az a gyúrótábla van. Lehet, hogy akkor még nem volt ott a gyúrótábla, de arra emlékszem, hogy ezen az úton jöttem, amin most jövök éppen, és abba az irányba mentem tovább. Ott. Esetleg vissza lehet keresni, ha valakit érdekel. Abba az irányba mentem tovább, és itt tűnődtem azon, hogy hát itt be kéne menni gyúróra, hogy bemenjek-e vagy ne menjek. Viszont akkor most az a kérdés, hogy a bicikli út az merre megy tovább. Hát az bemegy gyúróra, mert ugye egy gyúró felől jövet látszik ez a tábla. Ugye? Tehát akkor én annak idején arra mentem tovább. Tehát ha akar még valaki azon a földúton menni, akkor megteheti, nincs leaszfaltozva. Az út viszont itt bemegy gyúróra, és akkor most én valahol keresek valamilyen ivási lehetőséget, mert a végén Etyeken csak kihagytam, túlmentem ott az üzleteken, be oda a központba, és akkor onnan én már nem akartam visszamenni, mikor ott megláttam, hogy melyik irányba megy tovább a bicikliút. Itt viszont keresni fogok valamilyen ivási lehetőséget. No, hát elhagytam gyúrót, és akkor ezen az úton most ismét a Velencei tó irányába kanyarodott az út, és az igazság, hogy én ezen a szakaszon nem jártam, tehát hogyha ez valaha volt földút, feltehetően volt egykor, akkor sem jártam ezen az úton, úgyhogy ez már új nekem, de valószínűleg vissza fog térni egy olyan útszakaszra, ahol már jártam földút korában, úgyhogy itt megint egy pihenő, de hogy ki van ez itt dekorálva csipkével. Gyönyörűek ezek a pihenők, de egy kút lehetne igazán, mert az az igazság, hogy gyúrón keresztül haladva ott egy tó, egy horgásztó. Na mindegy, lehet, hogy pont nem látszott, mire oda kaptam a kamerát, tehát keresztül mentem gyúrón, de egyetlen egy kutat találtam, azon se volt nyomókar. Hiába, no, ebédidő van. Amott is. Én viszont ebbe az irányba megyek tovább.
Remélem nem tévedtem el, valamilyen faluba érkezem meg, ott van a templom, és még mindig itt tart ez a hatalmas lovarda, ami mellett elmegyek, de már jó hosszan, és rengeteg ló volt. Azok is, amiket mutattam, hogy ebédelnek, de utána még rengeteg volt, ahogy jöttem tovább az úton. És most az a kérdés, itt megint egy bringás pihenő, hogy vajon melyik faluba érkezem meg? Nincs itt véletlenül egy kút? Egészen véletlenül nincs. Tornapálya van, de arra most éppen nincs szükségem. Na itt van valami tábla, azt mondja a Velence 18. Velence 18, Kajászó 3. És akkor ez vajon milyen falu? Hát akkor itt jobbra. Ez valószínűleg ez Tordas, ez a falu. És az az igazság, hogy ezen az útvonalon megint csak jöttem már. És ott ugye a falut elhagyva abba az irányba, megint ugye földútban folytatódott. Most kíváncsi vagyok, hogy az van-e leaszfaltozva, amin én korábban mentem. Hú, micsoda reklámplakát. Azt mondja, Velence 17 kilométer. És igen, ez is földút volt innentől kezdve, de úgy látom, ott is még nagyban folynak a munkálatok. No, itt jön a böjtje annak a korábbi sok ereszkedésnek. Egyébként ez az útvonal is olyan, amin már korábban jártam, még földút korában. És pont azon gondolkodtam most, hogy vajon most azok a videók lehet, hogy fölértékelődnek egy kicsit, mert ugye abban az állapotában, a földút állapotában már nem lehet látni többet, és alig ha dokumentálta bárki is azt a világon, vagy legalábbis itt Magyarországon, azokban a videókban viszont meg lehet nézni, hogy milyen volt az út, még mielőtt így le lett aszfaltozva. Na, itt megint egy jó kis ereszkedés, és néhány biciklissel azért találkoztam már, mindkét irányba előttem is vannak ketten, de most az előbb is jöttek szembe ketten. Úgyhogy meg úgy elszórva néha-néha felbukkan egy-egy bringás. Kajászóra érkezem meg. Ez teljesen új ez a tábla. Nini, egy tyukica. Ha-ho-ha-ho, tyukica. Mit lehet itt kapirgálni? Igen, ezen az úton jöttem már. Akkor ez még totál földút volt. És ez a kajászó tábla sem volt ott. Mert ugye földútnál nem tesznek ilyet. Azt mondja, Velence Pázmánd, Velence 15 kilométer. Na és akkor itt kell jobbra fordulni, ahogy elnézem. Ez az. Nem emlékszem, hogy ezen az úton mentem volna-e valaha, de lehetséges. Nincs emlékem róla. Erről az útról legalábbis. Az a helyzet, hogy az előző faluban sikerült végül két helyen is innom. Először csak egy ilyen nagyon alacsony csapot találtam, ami gondolom slagozáshoz van az egyik park mellett. Úgyhogy egészen meg kellett alászkodnom, hogy lehajoljak ilyen boka magasságban lévő csaphoz, de mindegy, ott ittam. De aztán egy 50 méterrel tovább találtam egy rendes kutat, úgyhogy ott is ittam. Ennek ellenére most újra kezdek szomjas lenni, de most már azért ezzel ki kell bírjam a Velencei tóig. Azt mondja, Felső Mező Villapark. Nocsak, nocsak. Kajászónak vége, és Velence 15 kilométer, Pázmánd 7. Elég sok kemény emelkedő van itt, és ahogy én visszaemlékszem, amikor ezeken a dűlő utakon, ezeken az alternatív utakon jöttem ide le a Velencei tóra, mindig nagyon kifáradtam. Ezek azért elég fárasztóak, mert ugye egyrészt a terepen magán azért nehezebb tekerni, másik meg állandó leföl-leföl, elég sok volt, kapaszkodó is, és hát aszfalt ide vagy oda, ott lesz a villapark. Hát elég fura. És szóval aszfalt ide vagy oda, azért ez a sok kapaszkodó, azért ez kifárasztja az embert. És most már ezzel kezdem érezni. Egyszer volt az, ha jól emlékszem, legalábbis, lehet, hogy többször is, de egyre emlékszem, amikor ilyen terepen mentem le, földutakon, le a Velencei tóra, ott fürödtem, és ugyanígy terepen, szinte ugyanazon az útvonalon vissza. És valami kegyetlenül elfáradtam. Soha az életben nem voltam olyan fáradt, mint akkor. Emlékszem, hogy hazaértem, és egy olyan 20 percig, vagy fél óráig is akár, csak feküdtem az ágyon. Semmihez nem volt kedvem. Nem ettem, nem ittam, semmit nem csináltam, csak ledőltem, és feküdtem mozdulatlanul. És aztán egy fél óra elteltével kezdtem úgy, ahogy magamhoz térni. Szépen tekerogott fölfelé az út,
És az az igazság, hogy amikor én itt utoljára, nem tudom, hogy pont ezen az úton jártam, erre már nem emlékszem, azt említettem az előbb is, de akármelyik úton is jártam itt legutoljára, amikor földút volt, nem gondoltam volna, hogy ezeket valaha fel fogják aszfaltozni. Abból az irányból jövök, és akkor az út errefele megy tovább, és az ott a domboknál már pázmánt lesz. Amikor viszont én a földúton jöttem, akkor ebből az irányból jöttem. És ugyanúgy ebből az irányba mentem tovább a földúton, de akkor ez még földút volt. Ebből az irányból még nem jöttem földút korábban sem. Vagy legalábbis nem emlékszem rá. Milyen vége láthatatlannak tűnik ez az egyenes útszakasz. Fantasztikus látvány. Úgy látom, valamilyen munkálatok folynak ott. Na, a falu határban vagyok, és azon gondolkodom egyébként, hogy én itt megint csak jártam valamelyik videómban. Ugye én most innen jövök, meg az a traktor is onnan jön, és erre kell menni tovább. De én az egyik videómban pont, hogy innen jöttem, és itt fordultam be. Itt, ennél a villanyoszlopnál, meg ennél az elkerített résznél. Azt hiszem. És itt mentem, vagy nem itt mentem? De szerintem itt mentem. Aha, igen. Ezen az ösvényen mentem végig. Még meg is lehet találni az egyik videómban talán. De lehet, hogy az abban a videóban van, amit még nem raktam föl, nem tudom. Mindegy, most nem megyek el erre, de azon tűnődöm, hogy ebbe az irányba volt esetleg az a malom. Egyszer volt egy malom, ami mellett elmentem, egy ilyen vízimalom mellett. De nem tudom, hogy az errefele volt-e. Minden esetre azt a dombot is ott bejártam. Az egyik videóban az is szerepel, meg a másik oldalán leereszkedtem. A kápolnásnyéki oldalán. Én viszont akkor megyek a kijelölt úton, és akkor megnézem, hogy ez merre fog tekeregni. De az is lehet egyébként, hogy ez a malom az arra beljebb volt. Hát már nem emlékszem, sok évvel ezelőtt volt. De a videókban meg lehet nézni, azok tanúskodnak. Teljesen váratlanul elfordult az út balra, és most meg rátérek erre a bicikli útra. De jó. Érdekes egyébként ez a bringa út, mert valamikor ugye teljesen egyszerűen csak az utcák között tekereg, aztán hirtelen egy ilyen nagyon szép útszakasz következik, ami általában nem szokott sokáig tartani. Jöttem a főúton, elhagyom Pázmándot, és akkor itt van egy tábla. Éppen meg akartam állapítani, hogy már régen volt tábla. Azt mondja, Velence 6,5 km, Nadap 4. Kegyetlen emelkedőn tekerek éppen. A legalsó fokozatban vagyok. Csak úgy bírok haladni. Nagyon kemény, és az az igazság, hogy nagyon sok ilyen kisebb-nagyobb emelkedő van végig az úton, és ez rengeteg energiát kivesz. Ilyen távolságon főleg. Még egyszer vége van Pázmántnak, ha valaki nem elégedett meg az előző táblával, Nadap 5,3 km. A Velencei tó meg 6,8. És az az igazság, hogy most már alig várom, hogy leérjek. Egyrészt melegem is van, mert amikor kisüt a nap, most éppen beborult, de amikor kisüt a nap, akkor kegyetlenül tűz. Nagyon meleg van olyankor, és nagyon erős a nap. Kicsit följebb váltok, mert még mindig majdnem a legalsó fokozatban voltam. Tehát akkor kegyetlenül tűz. Most jól esik, hogy egy picit beborult éppen. Egy felhő kúszott a nap elé. És ez a rengeteg emelkedő rengeteg energiát kivett belőlem. Abból az irányból jövök, és elérkeztem ehhez a táblához, és most beugrott nekem itt a tábla. Velence, Nadap, ott van a felső táblán egyenesen. Viszont Kápolnásnyéknek el lehet menni itt, ott le lehet térni balra. És most eszembe jutott, hogy tavaly, körülbelül ilyen tájban voltunk Bálinttal erre, eljöttünk ezeken a tűlőutakon, eltekeréztünk ide, és akkor mondtam Bálintnak, hogy nézzük meg, mi van erre lefelé. Akkor még nem volt kint ez a tábla, úgy emlékszem legalábbis. És a lényege ennek a táblának az, hogy, illetve nem a táblának, hanem meg az útnak, hogy ez átmegy egy hídon. És most akkor elmegyünk, erre megmutatom. Az a másik út, mint ahogy a tábla mutatta, elmegy Nadapnak, és akkor valószínűleg ott azon az országúton leereszkedik Velencére. Ebben nem vagyok biztos, de azt tudom, hogy az út Nadapig elmegy, hogy ott esetleg valami más irányba esetleg eltekereg az út, mert ott van ott a Velencei hegységen keresztül is egy bicikliút, hogy esetleg abba az irányba tekereg, vagy egyenesen lemegy az országúton Velencére, ezt nem tudom. Jártam én arra, én akkor lementem az országúton, az is szerepel az egyik videómban, de hogy most ez az új kijelölt bicikliút is arra megy, ezt nem tudom, mindegy. Ez az út viszont mindenképpen keresztül megy egy hídon az autópálya fölött, és
bemegy Kápolnásnyékre. És hogy miért érdekes ez? Kápolnásnyék 4,2 km. Nos, azért érdekes, mert mint említettem az előbb, néhány évvel ezelőtt jártam itt ezen a környéken úgy, hogy készült róla videó, de amit még nem töltöttem föl. És a lényeg, hogy akkor is átmentem ezen a hídon, amin most fogok átmenni, csak hogy akkor még földút vezetett át rajta. Nem aszfaltozott út, mint most. És tavaly, amikor Bálinttal erre jöttük, akkor teljesen meglepődtem, hogy ez le van aszfaltozva. És akkor kezdtem el kapcsolni, hogy ez valószínűleg összefüggésben van ez az aszfaltozás a bicikli úttal, a Velencei tavi, Budapest-Velencei tavi bicikli úttal, és hát lám így is lett. Emlékeim nem csalnak, akkor elég vacak földút vezetett át itt. Itt az M7-es autópálya. Viszont nagyon jó volt, mert azért ez valamennyire lerövidítette az utat, meg egyszerűsítette az utat. Nem kellett kimenni az országútra, és úgyis át lehetett itt jönni Kápolnásnyékre. Mindjárt beérek a faluba, és közben azon gondolkodom, hogy lehet, hogy mégis előhalászom azt a videót. Azt hiszem 2019-ben készült, tehát 3 évvel ezelőtt, és akkor megvágom és feltöltöm. Úgy gondoltam, hogy nincs rá szükség, mert mégis annyit bókláztam már ezen a környéken, hogy lehet, hogy nem is annyira érdekes ez már senki számára sem. De most, hogy elkészült ez a bicikliút, most egyfajta nosztalgiából előveszem és megvágom. Annyira friss ez az aszfalt csík, hogy még nem is szabad rámenni. És nagyon erősen érződik az illata, szaga. És hát szerintem ez most reggel készülhetett el, vagy néhány órával ezelőtt. Bent vagyok Kápolnásnyéken. 15 óra 28 perc van, tehát nem futottam valami hüde jó időt, sőt inkább úgy nevezném, hogy ez egy elég pocsék idő. Nem baj, ennyi, nem érdekes. Viszont most semmi egyébre nem tudok gondolni, mint hogy most berongyolok valamilyen közértbe és veszek innivalót. Úgyhogy szerintem addig nem is jelentkezem, amíg nem ittam egy jót. Vigyázat, hirtelen mélyülő gödrös meder. Na nézzük. Itt vagyok tehát a plázson, a Velencei tónál, és hogyha most összevetjük a körülbelül egy évvel ezelőtti állapottal, akkor elmondható, hogy szerintem rosszabb. Most már nincs emlékeimben, hogy akkor milyen messze volt a víz innen ettől a farönkös résztől, de szerintem most jóval messzebb van. Tehát ennyit apadt tavaly óta a Velencei tó. A régi szép időkben innen indult a víz, tehát idáig följött a víz. Meg kell mondjam őszintén, elég elszomorító ez, de itt mondjuk az a kérdés leginkább, hogy mennyire fog ez tovább romlani ez a helyzet. Mert végül is innen még simán visszatérhet a víz, ugye még innen regenerálódhat, tehát volt már ilyesmire példa. De az a kérdés, hogy milyen kilátások vannak időjárást és csapadékot illetően. Hogy fog ez még tovább romlani, vagy nem? Azon tűnődöm, hogy ezek közül az intelmek közül vajon melyik vesztette már érvényét, emiatt az új vízállás helyzet miatt. Viszont aggasztó az a biciklijel, mert akkor ezek szerint én is tilosban járok. Na ebből mi lesz? Na nézzük, hogy tavaly óta mi változott ezen a hídon. Hát annyi változott, hogy nincs lezárva. Illetve le lenne zárva, de mindenki letiporta a kerítést. Ez a burkolat helyzet viszont egyre csak romlott. Mindegy, most nem megyek erre, kikerülöm. Minden esetre sikerült egy kis energiát gyűjtenem itt Velencén. Bementem a közérbe, és akkor vettem egy poharas kapucsinót, egy hideg poharas kapucsinót, ittem egy fél literes kólát, valamint egy fél literes citromos alkoholmentes sört. És úgy látszik, ebben annyi energia volt, hogy most úgy érzem, hogy egészen megtáltosodtam. Ami mindenképpen elszomorító ezzel a velencei tavi vízhelyzettel kapcsolatban, hogy szemmel láthatólag nagyon sokan elpártoltak a Velencei tótól. Tavaly, amikor már látszott, hogy nagyon erősen romlik a vízhelyzet, ennek ellenére még nagyon sokan voltak lent, tehát rengetegen jártak le. Ugye mi is többször voltunk lent a tónál, de az is igaz, hogy talán augusztusban kezdett úgy igazán látványosan látszani a vízhiány. És még kempingezni is voltunk lent, például, ahogy korábban mondtam is, hogy minden évben leszoktunk menni. Na most idén ez odáig fajult, hogy már kempingezni se voltunk lent, és talán összesen, ha kétszer voltunk lent. De lehet, hogy bejött csak egyszer, most már ebben nem vagyok biztos. Egyszer biztos voltunk lent együtt, másodjára, hogy egyedül voltam, vagy együtt voltunk, már erre nem emlékszem őszintén szólva.
és most vagyok lent, de ugye korábban többször volt olyan, hogy egyszer fogtam magam, lejöttem, fürödtem egy-két órát, aztán visszabicikliztem. Hát most ez nincs, ez elmúlt. Idén már nem jöttünk le, mert ugyan azt mondják, hogy a víz minősége jó, ami most ez vagy így van, vagy nincs így, de alapjában véve nem az a baj, hanem az a baj, hogy ugye alacsony, pancsolni meg labdázni arra jó egyébként szerintem, tehát hogyha valaki azért jönne le, arra éppenséggel jó a víz, de mondjuk úszni már nem kifejezetten, ráadásul nagyon sok helyen, ahol mélyül, ott hínáros. Ott Agárdnál, ahol mi szoktunk fürdőzni, ott nagyon messzire be kell gyalogolni, oké, begyalogol az ember, ott is leér egyébként a lába, tehát olyan hely alig-alig van már szerintem, ahol nem érne le az ember lába, de egy-e fene, ettől még lehetne úszni, de általában azokon a részeken tele van hínárral. De ebből kifolyólag nagyon sokan elpártoltak a Velencei tótól, abszolút érthető módon, és inkább kicsit tovább utaznak le a Balatonra, ahol még azért van víz, legalábbis itt a keleti végében mindenképpen. A nyugati végében is van víz, de ott is már egyébként egyes részeken nagyon erősen látszik, hogy fogy. Mármint a víz, és most már csak az a kérdés, hogy oké, hogy fogy a víz, de vajon meddig fog tartani ez az állapot? Tehát meddig lesz ennyire asszályos, ennyire csapadék szegény az időjárás, hogy van esélye arra, hogy akár a Velencei tóban, akár a Balatonban újra visszatöltődik a víz. Ezzel tulajdonképpen befejeződött ez a bicikli túra, mármint az érdemi része, mert ennek a túrának az érdemi része az volt, hogy ezt az újonnan megépült bicikliutat bemutassam, hát ezt sikerült bemutatni. Na most az az igazság, hogy most, hogy végigjártam, nem változott a véleményem, amit már korábban alkottam róla, amikor még csak sejtettem, vagy csak sejteni véltem, hogy melyik útvonalon fogják ezt vezetni. Akkor az volt a véleményem, hogy hát kár volt ezt az utat kijelölni, mert igazán nem hiszem, hogy ez népszerű lesz, mert nagyon fárasztó az út. El tudom képzelni, hogy nagyon sokan ki fogják próbálni egyszer. Nem tudom, hogy másodjára fognak erre jönni. Inkább vagy felszállnak a vonatra, vagy esetleg aki azt mondja, hogy viszont belátható időn belül le akar érni, az továbbra is a hetes úton fog letekerni. Mármint aki annyira megszállott bringás, hogy minden áron tekerbe akar lejönni. Nem hiszem, hogy sokan fogják másodjára, harmadjára is ezt az útvonalat bejárni, mert fárasztó. Teljesen indokolatlan az, hogy miért kell ekkora kerülővel vezetni, de ugye ezt már a videóban menet közben elmondtam, hogy mi a véleményem erről. A másik pedig ez, hogy nagyon sok az emelkedő. Kisebb-nagyobb emelkedők nem olyan óriásiak, hát hiszen ez csak épp, hogy csak dombság, de ez alatt a 70 km alatt, meg körülbelül annyi lehet ez. Ezt most csak úgy satszolásból mondom, 70-75, nem tudom. De mondjuk 70, ami alig több annál az 56 kilométernél, mint amennyi alatt én ide leérek. Ugye ez körülbelül 56 kilométer nekem háztól ide Agárdig, a strandig. Legalábbis ez egy ilyen becslés, nem tudom, autóval mértem le, nem tudom, hogy mértem le. Mindegy. Tehát összességében nem annyival hosszabb, de sokat tekereg ide-oda, és sok az emelkedő rajta. És ez rengeteg energiát kivesz. Hát szerintem legalább kétszer annyi energiát kivett az emberből, legalábbis belőle, mint egy sima Budapest-Velencei tó út a hetes úton. És ezt alig, hanem más is meg fogja érezni, nem csak én. Úgyhogy szerintem nem lesz itt a hüde nagy forgalom. Esetleg rész szakaszain elképzelhető, hogy fognak sokan tekerni, mert például a Török Bálint és Biatar báty között múltkor, amikor voltam itt május közepén, akkor például nagy volt a forgalom. Nagyon sokan mentek szerintem, még sokan még egyekig is elmentek, bár ott azért már jóval kevesebb embert láttam, de Biatar bágyig azért szerintem sokan eltekernek, megnézik a viaduktot, végül is az látványos, az a környék, és az távolságban még olyan kellemes kis bicikli túra távolság. Az annál nagyobb távolság viszont a legtöbb embernek az inger küszöbén túl van, és ezért szerintem nagyon sokan nem fognak vállalkozni rá. Én láttam most néhány biciklist, nyilvánvalóan a reggeli hírekből értesülve arról, hogy megnyílt ez a bicikli út, hogy át lett adva, ezért sokan jöttek, hogy na akkor kipróbálják, de fárasztó, na szóval akárhogy is, nem akarom ezt már többször hangsúlyozni. Kár, hogy nem itt a hetes út mentén csináltak akár egy ilyen sávot, vagy egyszerűen csak egy ilyen keskeny bicikliutat, egy sáv ide-oda, ahogy mondjuk a Tiszató körül a videóban is megjegyeztem. Tök jó lett volna az. Teljesen fölösleges, hogy ott a szántóföldeket átszelje az ember.
Az ilyesmi a megszállottaknak való, sportolóknak, megszállottaknak. No meg a villanybicikliseknek, legalábbis addig, amíg le nem merül az akkumulátor. De lehet, hogy ilyen távon még az aksi is le fog merülni, és akkor az is szívás lesz. Hiába no, ez a kép azért sokat elárul. Ilyen a vízhelyzet. Itt hogy kilátszanak ezek a kövek meg a hínár. És ugye ez az egyik hely, ahova elég sűrűn lejártunk az évek során. És ugye ennyi ember van, illetve ennyi ember nincs a parton. Itt hemzsegni szokott a tömeg. Még akkor is, hogyha hétköznap volt. Ugye a nyár kellős közepén vagyunk, a főszezon kellős közepén, július 28-a van. Igaz, hogy csütörtök, de mégiscsak a nyár közepe, a szabadságolások ideje, és ennyi ember van itt. És látszik, hogy a vízben is nagyon kevesen vannak, és ott nem tudom, hogy a felvételen látszik-e, de egy hatalmas földnyelv, homoknyelv lóg be a vízbe. Tehát ennyire alacsony a víz. És hogyha ott most tovább megyünk, akkor látszik, hogy nagyon-nagyon sokáig be lehet menni. Én egészen beszoktam menni oda addig a nádasig. Most is mindjárt bemegyek, megpróbálok majd valamit úszni, valamennyit úszni. De látszik ott is, hogy a hínár hogy kilátszik a vízből. És van, ahol nem áll ki ennyire, de ahogy tempózik az ember a vízben, minduntalan beleakad a hínárba a keze. Most a másik irányba nézek, ott az a nagy szabad strandi rész, és ott azért látszik, hogy elég sokan vannak a vízben. Azért ennek ellenére elég sokan lejönnek, de ez töredéke annak, ami általában szokott itt lenni. Mondom, itt egy főszezoni napon, itt hemzseg a tömeg, alig lehet letenni a pokrócot. Ha az ember egy kicsit később jön, akkor alig tudja letenni. Most pedig alig van néhány ember itt a parton. Tényleg alig van. Oda fekszik le, vagy oda ül le az ember, ahova akar. Az előbb jött itt egy biciklis társaság, és az egyik tagja nagy hangon mondogatta a többieknek, hogy ne aggódjatok, 2 éven belül itt rendben lesz minden. És azon gondolkodtam magamban, hogy hát a proféta szóljon belőle. És akkor képzeljük el azt a sok embert, akinek itt vállalkozása van a Velencei tó körül, büfét üzemeltet, kempinget működtet, strandot próbálna működtetni, vagy étterme van bármi kis közértje. Ugye milyen óriási bevétel kiesést jelent ez neki, hogy ennyire megcsappant itt a forgalom. Ugye ráadásul az egészhez az is hozzátartozik, hogy a csapások jönnek egymás után, mert nem elég ugye ez a Covid cirkusz, a lezárások, a karantén, akkor utána ez a háború, meg úgy általában ez a hatalmas gazdasági visszaesés, az energiakrízis, és akkor még itt megcsappan a forgalom is ráadásul. Úgyhogy éppen néztem, hogy egyik másik büfében szinte senki nincsen. Máskor pedig sorba szoktak állni az emberek. Végül az a ritka helyzet állt elő, hogy vonattal jöttem föl, amire hosszú évek óta nem volt példa, hogy én vonattal jöjjek föl a Velencei tótól. Ennek egyetlen magyarázata van, nem az, hogy elfáradtam, mert egyébként egész jól regenerálódtam lent, miután ittam kellő mennyiséget, nem is ettem egyébként, nem is voltam éhes. Viszont ittam rengeteget, és ettől eléggé regenerálódtam, úgyhogy simán föltekertem volna, hanem az az igazság, hogy nyerek ezzel 1-1.5 órát, ami jelen esetben nekem fontos nagyon az idő, és ezért úgy döntöttem, hogy inkább vonattal jövök föl. Most viszont én leszálltam a kelenföldi pályaudvarnál, hogy még egy kicsit tekerjek. Most hazatekerek, ez szerintem egy 20 perc alatt otthon leszek, 20-25 max. Végül egészen odáig fajult a dolog, hogy még a tóba sem mentem be, mert ugye az időveszteség lett volna, mert ugye ha bemegyek, akkor valamennyire úszni is szeretnék, ahhoz viszont egy kilométert be kell gyalogolni, és egyszerűen nem volt kedvem. Mert kigyalogolok, megszárítkozom, úgyhogy ez is nagyon, nem is tudom megmondani, hogy mikor fordult ilyen elő, hogy én nem vagyok a Velencei tónál, és nem megyek be fürödni. Sőt, szerintem bizton állíthatom, hogy ilyen nem fordult elő soha, hogy egy nyáron nem menjek be a tóba, amikor lent vagyok. Viszont akkor lezárom ezt a videót, akinek tetszett, azt megkérem, hogy lájkolja, és ha még nem tette, akkor iratkozzon fel a csatornámra, hogy ne maradjon le a videóimról, és akkor találkozunk a legközelebbi bicikli túrán.